Ne aggódj, elviszlek a Maldívra. Minden rendben lesz. És akkor erőt adott, úgyhogy nekünk ezért volt egy ilyen becsípődés, hogy mi estén tudok menni, meg járni, meg újra jól leszek, akkor így a fehér homok, pálmafák, azt valóra kell váltani. Úgyhogy most ott is voltunk, és onnan is dolgoztunk. Igen. Volt még valami kérdés? Nem. Amúgy érdekes, hogy mondtad az újrakezdést, és hogy egyszerűen végigfutott a fejeden, hogy mi van, ha most vége van. És biztos veszítettetek már el ti is szeretteteket. Én az édesapámmal éltem ezt át, és nekem akkor adott egy hatalmas felismerést, amikor az utolsó heteiben voltunk, és semmi másról nem tudott beszélni, csak az élményeiről. Nem arról beszélt, hogy hány órát dolgozott, nem a munkatársairól beszélt, hanem egy-két olyan utazásról, olyan élményről, ami megmaradt benne. És ezek voltak, amiben tudott kapaszkodni, és úgy teljesen átgondoltam azt, hogy élmények. Tehát annyira rövid az élet, és honnan tudjuk, hogy mikor van vége, és tele kell rakni élményekkel. Még arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen napi sikerszokások vannak, amiket te is csinálsz, és elvársz a munkatársaktól. Ezt régen is hallottuk, hogy aki már itt van egy ideje, tudja, hogy a másolhatóságról mennyit tanultunk az elmúlt időszakban, mennyi példát láttunk, és mikor gondolkodtam a józanparaszti észen, hogy mit csináljunk minden nap, akkor rájöttem, hogy nagyon egyszerű dolgot kell csinálni, amit bárki képes megcsinálni, mert hogyha bárki képes megcsinálni, akkor meg is fogják csinálni, és hogyha én csak annyit teszek, hogy én vagyok a legjobb a csapatomban, aki ezt megteszi, tehát én fixen megteszem minden áldott nap, és én vagyok a legjobb üzlettársam saját magamnak, és könnyű dolgot várok el, akkor ebből egy nagy üzlet lehet. Úgyhogy amit én csinálok minden nap, az az új kontaktok felvétele, és nem csak online, tehát hogyha én megyek valahova, akkor én is természetesen beszélgetek. Akkor az én márkám építése, tehát ez az online megjelenés. Az, hogy visszakeressem az embereket. Ezt régen is nagyon, ez itt a kardinális kérdés, amin áll vagy bukik minden szerintem. A visszakeresés az az aratás, és nem szabad elfelejteni. Tanulás, fejlődés és a termékhasználat. Ez az öt dolog, amit én minden nap csinálok, és igyekszem minden nap én csinálni a legjobban. És ha ezt, és csak ezt az öt dolgot kérem mindenkitől, és ezért konzultálunk, ezen dolgozunk, ezen az öt sikerszokás mentén. Soha nem az eredményt várom el tőlük, hanem azt, hogy dolgozzanak. Mert engem mindig az frusztrált, hogy miért nem tartok már ott, miért nem lesz ez, miért nem ennyi pont, annyi pont, amennyi pont, és azt a frusztrációt akartam kivenni belőlük, hogy ne érdekelje őket, hogy mikor lesznek menedzserek, ne érdekelje őket, mikor lesznek szupervájzorok. Én a tavalyi ígülömet ezért rontottam el, az én felelősségem, nekem dupla pontom volt hozzá, egy szupervájzorom hiányzott, mert későn kapcsoltam, és nálunk, mivel nincs ez a push, meg semmi, ez a legfontosabb szabályom, hogy mindig csak a munkára fókuszálunk, soha nem az eredményre, és ha kijön, ha nem egy hónapra jöttünk, hanem az életünket megváltoztatni, ezt nagyon belevésem az agyukba. Úgyhogy én sajnos például ilyen hibákat követek el emiatt, de ezt csináljuk minden nap. Köszönöm szépen, és mi az az útravaló, amit így mondanál itt az itt ülőknek, vagy akik néznek élőben, vagy vissza fogják nézni? Tehát mi az, ha mondjuk valaki megrekedt egy szinten, hogy mi az, amit csináljon, hogy elérje a sikereit? Tehát egy ilyen kis útravaló motyó, tessék, itt van só, pogácsa, és indulhatsz. Tehát, hogy néhány ilyen gondolat. Feltennétek a kezeteket, akik már több mint 5 éve vagytok itt?
Oké. Köszönöm. A rekedés nekem az okozta, hogy úgy és azt akartam csinálni, ahogy láttam, és ahogy másokhoz hasonlítottam magam. Úgy éreztem, mintha lenne egy doboz, amibe be vagyok csukva, én zártam be magam, és nem lehetne mást csinálnom, csak azt, amit tanultam. És vegyetek elő egy fehér papírt, mindig ezt mondom útravalónak, és valaki megcsinálja, és az nagyon jó érzés egyébként. Ha megcsinálod, nagyon jó lesz. Tényleg biztosan állíthatom, hogy jó lesz. Vegyél elő egy fehér papírt, és írd le, hogy miért szereted ezt az üzletet. Miért pont ezt az üzletet? Lehet, hogy csak azért vagy itt, mert jó a társaság. És frusztrálod magad, hogy megrekedtél, pedig te nem is akarsz előrelépni. Sok ilyen van. És ez azért jó, ha felismered, mert akkor lehetnél egy boldog supervisor, menedzser, bárki. És ez nagyon jó. Vagy azért vagy itt, hogy valóra váltsd az álmod, amit még nem élsz, de nem tudod, hogyan kellene. Az is jó, ha felismered, mert akkor már csak ki kell találni, hogy hogyan, és te fogod tudni kitalálni, tehát ez is nagyon jó lesz, mert azt kell felismerned, hogy mi okozza benned ezt a dagonyát, én így hívom. Mocsárnak is hívtam sokáig. Csak azon rossz a mocsáron, hogy egyre mélyebben tudsz menni benne. Mert amikor felismered azt, hogy mi a jelenlegi helyzeted oka, akkor tudsz változtatni. De addig, míg nem ismered fel, addig olyan rossz érzés lesz, mert másoknak akarsz megfelelni, és hogy Úristen, olyan rossz érzéssel jössz el a sarcsa, mert neked már ott kéne tartani, pedig nem tartasz ott. Örülök, miért kell? Igen. Vagy a szánkból. Miért nem vagy itt a színpadon annál a, nem tudom, 4 pontnál, vagy 60 pontnál, pedig ott kéne lenned is, és úgy mész haza, hogy nem egy jó érzéssel feltétlenül, hanem megint kaptam egy pofont, hogy miért vagyok szar. És annyi ilyen pofont kaptam. Annyit. És magamnak köszönhettem. De előbb-utóbb nekem volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy elég volt. Kicsit flegmatikus típus is vagyok, főleg ebben. Sokáig húzom a dolgokat, mindjárt befejezem, sokáig húzom a dolgokat, hogy mit kéne, hogy kéne döntést hozni, de egyszer már annyira szar lesz, hogy elég volt. Na, és akkor, amikor te ezt azt tudod mondani, hogy elég volt, de most tökre komolyan mondom, hogy elég volt, akkor változtatni fogsz. És én azt mondtam magamnak, hogy abba is hagyhatom. Miért ne hagynám abba? És eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne abba hagyni. Aztán arra gondoltam, hogy hát ez nem, tehát biztos, hogy nem. Tehát az én utam nem az, hogy abba hagyjam. Oké, akkor meg kéne csinálni. Úgy, ahogyan szeretném, ehhez mit kellene tennem, és ott az első nulladik pont az volt, hogy hozd magad rendbe. És hogy vegyél elő egy fehér papírt, írd fel, hogy miért szereted ezt az üzletet, aztán mi a te szereped ebben az üzletben? Az a te szereped, hogy mondjuk, most mondok pár ötletet, kérlek gondolkodj rajta kreatívan a sajátodra, csak mondok pár ötletet, hogy értsétek, hogy mire gondolok. Az a szerepem a Forever életében, hogy legyek egy olyan szabad édesanyja, akinek nem kell visszamennie dolgozni, ezáltal utat mutatok az anyukáknak, hogy ne kelljen visszamenni dolgozni. Vagy legyek én egy olyan nő, akiben egy állatférfi forradalmár lakik, aki megmutatja a nőknek, hogy lehet másként is élni, és szabadon, és közben pezseg és bejárja a világot. Vagy legyek én egy olyan, nem tudom, vezető, aki a sikeres vezetőket alkalmazotti létből fog mentorálni, hogy tudjanak végre szabad életet élni. Bárki lehetsz.
Keresd meg azt, hogy te mit tudsz adni a világnak. Mert az embereknek nem a bullshit kell. Az embereknek nem az kell, hogy a Forever 1978 óta működik a világban. Az Aloeverának több mint 240 féle hatóanyaga van. Tényleg leszarják, de komolyan. Az embereknek te kell lesz. Te a példád, az erőd, a lelkesedésed, hogy valamit adj a világnak, és hogy mellette azt a céget képviseljük, amit én egyébként máshol biztosan nem dolgoznék, pontosan a küldetése miatt. Ezért is az a célom, hogy oda kerüljek be, ahol tudok a vezetőséggel együtt dolgozni, mert adni akarok. Ez már csak haba tortán lesz, hogy te milyen céget képviselsz. De az embereket először ez nem fogja érdekelni. Az embereket te érdekled. Úgyhogy amint te tudod, hogy ki vagy, akkor ezt mutasd meg másoknak. Mutasd meg másoknak, és engedd meg, hogy csatlakozzanak hozzád. Azt hiszem, ez az útra való. Ez így pontnak nagyon jó. Én nagyon sokat hallgattam az előadásod, és ez az elég volt, ez így annyira bennem volt. És nekem porecsbe jött elő ez, hogy ez a Úristen mit csinálsz. De aztán most, hogy nekiálltam aktívan dolgozni, azért látom azt is, hogy az anyák, mint Lajági és nagyon sok anya, miért akkor tért vissza, amikor a gyerek már kicsit önálló, de mindegy, ez egy külön kihívás, hogy azért így is bebizonyítsam, hogy lehet két, hát még kicsi, de azért na, szóval azért tudnak lelkileg egy kicsit terrorizálni, de nagyon, én nagyon sokat hallgattam Patriciát, és azért is örülök, hogy itt van, mert nagyon nagy dolog, amit üzletileg raktál, de nekem lelkileg állsz közel hozzám, tehát a gondolkodásunk. És amikor van egy rossz napom, akkor én berakom a hanganyagaidat, és én hallgatom, hogy töltődjek, mert arra jöttem rá, hogy ugyanez, tehát mindenkinek megfelelni, és ugye bekerültem egy gyémánt zafír üzletbe, nyilván meg kell felelni, mint gyémánt zafír, nyilván a Robinak is meg kell felelni, de akkor elnyomtam azt, aki én voltam valójában, és így vissza kellett hoznom azt a vadságomat, aki ismert régen, mondjuk ez nem sokan vagytok, de... Ez jön belőled. Nem kell az ismert. Tehát én olyan voltam, és aztán így bekorlátoztam magam ugyanígy. Úgyhogy én most találtam vissza magamhoz, hogy anya vagyok, de attól lehetek az, aki régen vagyok, vagy voltam. És mindszerűen nagyon sokat segítettél. És igazából mindenkit arra bíztatnék, hogy gondoljátok át azt, hogy kik voltatok akkor, amikor még nem korlátoztak lelkiteket, vagy ti nem korlátoztátok le saját magatokat, mert ott lesz az az erő, ami el fog indítani, vagy tovább visz az úton. Úgyhogy Patricia, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, én hogy itt a házigazdáknak a szót, hogy megcsinálják a finisht. Úgyhogy köszönjük szépen.